A római kori katonák harci felszereléseit is felpróbálhatták azok, akik június 23-án kilátogattak a kőtárba a 16. alkalommal megrendezett múzeumok éjszakájára, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan Dunaújváros is csatlakozott. A családi délutánra rengetegen érkeztek. Nagyon jó ötlet, sokkal közelebb hozza a mai kor gyerekét, meg a felnőtteket is a múzeumhoz. Úgy gondolom, hogy olyan programokat próbálnak szervezni, ami mindenki számára élvezetes tud lenni, tehát nem csak vitrin mögött lehet valamit megnézni, hogy hogyan történt, vagy hogyan működött régen. Azért, mert itt arra gondoltam, hogy biztos jó sok érdekes dolog van, és ezért jöttünk ki, ezért érdeklődök iránta. Míg a kézműves asztaloknál római kori díszeket készítettek az érdeklődők, addig, aki megéhezett és nyitott volt a római kort idéző ínyencségekre, megkóstolhatta a római szakácskönyv alapján készült ételeket, mint például a fűszeres uborkát, a zöldséges ragut vagy a gyümölcsös kölest. A rómaiak nagyon szerették a különböző ízeket fokozni, illetve vegyíteni. Hogyha valakit érdekel esetleg, vagy érdekelnek ezek a receptek, akkor az Apicius szakácskönyvében utána tud nekik nézni. Ez egy nagyon híres római, hát feltételezhetően szakács volt, aki nagyon szeretett főzni, rengeteg receptje van. Nyilván a mi ízlésünknek nem megfelelő, tehát ettek struczhúst, illetve vannak egészen extrémek a pávától kezdve, mindenféle krokodilhúsig, tehát mindent megettek a rómaiak, amit csak lehetett. Farkas Lajos, az Intercéza Múzeum igazgató azt mondta, a múzeumok éjszakája a legkiválóbb alkalom arra, hogy a jövő nemzedékét gyakori múzeumlátogatóvá nevelje. Számomra minden látogató nagyon kedves, de én különösen örülök a gyerekeknek, mert ha ők ide szoknak és megszokják a múzeumot, megszokják történelmünket, akkor van folytonosság, van jövő, tehát van 30-40 év múlva is múzeum látogató, ami számomra, illetve a magyar társadalom számára nagyon fontos. Fontos, hogy családok jöjjenek ki. Jöjjenek és lássák meg a gyerekek, hogy nagyszülőkkel, szülőkkel együtt hogyan lehet viszonyulni a magyar történelemhez. Ezt próbáljuk meglovagolni, és ezért nekünk nagyon fontos az, hogy több korosztály számára is olyan elfogadható programokat tudjunk biztosítani, ami, hogy jó szájízzel távozzanak. Tehát nem az a klasszikus múzeum, vagyunk most itt, kint a kőtárban, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek, itt mindent megfoghatnak. A családi délután kőtári éjszakával folytatódott, ahol többek között az Intercéza Múzeum régészei tartottak előadást a római kori zenéről, illetve a paleolit táplálkozás mítoszáról.